Minden építkezés bontással kezdődik, mondta a Német Nemzetiségi Egyesület elnöke. Ennek megfelelően el is kezdték a már használhatatlan bútorok kihordását és bontását az egykori civilház régi óvoda épületéből. Bátaszékváros önkormányzata azzal segítette a regionális találkozási pont létrejöttét, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak adományozta az ingatlant. A munkálatok elkezdődtek. Ma terveink szerint kipakoljuk az épületet üresre, elkezdjük a fűtésrendszert, a régi elavult fűtési rendszert kibontani, lebontani, és hát tervezgetni a munkát, hogy mi lesz a következő folyamat, hogy lesz a következő lépés. Tagjaink vállalták azt is, hogy majd kis forradborral pörköltel kedveskedjenek, tehát a jó hangulat az biztosítva van a munka alatt, és én személy szerint nagyon örülök annak, hogy ennyi szorgos kezet üdvözölhetünk ma itt az épületben, illetve az udvaron, és nagyon gyorsan jól halad a munka. Rómát sem egy nap alatt építették, ez egész biztos, hogy egy nagyon-nagyon hosszú munka lesz, nagyon-nagyon sok időt fog felemészteni, még több pénzt, de ha ennyire gyorsan haladunk, akkor nem lesz ebben semmi probléma. Én úgy gondolom, hogy a kipakolással a mai nap már végzünk is, és jöhet az épületnek a szerkezetének a felújítása. A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Egyesület részéről vetődött fel annak a gondolata, hogy egy régiós kulturális központ jöjjön létre Bátaszéken. Ugye ez az országos önkormányzat részéről is megfogalmazott igény, területenként létre kívánnak hozni, és hát éltünk is ezzel a lehetőséggel, hiszen Bátaszék történelme alapvetően a németséghez, a svábsághoz kötődik, hiszen a török hódoltságot követően német ajkókkal került betelepítésre Bátaszék és környéke, és hát valójában nagyon-nagyon sokat köszönhet a település a német ajkóaknak, hogy ma így nézünk ki, ahogy kinézünk. Az önkormányzat mással nem nagyon tudta segíteni ezt az ötletet, mint hogy helyet biztosítunk, hiszen ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adjuk a helységet. És hát mivel a tervek már rendelkezésre álltak egy korábbi elképzelések alapján az átépítésre, így kézenfoghatónak tűnt, hogy ez legyen a helyszín ennek az ötletnek, ennek az elképzelésnek. És hát a mai nap meg is kezdődött a kivitelezés, ha szabad így fogalmazni, hiszen a Német Egyesület tagsága megkezdte az épületnek a kitakarítását. Ez az épület korábban raktározási feladatokat is ellátott, és hát nagyon-nagyon sok olyan most már haszontalan holmi került itt állásra, amelyet megsemmisítünk, eltávolítunk. Megpróbáljuk az épületet kiüríteni olyan szempontból, hogy megkezdődnek a régi szerevényeknek a lebontásai, és hát és apránként majd akár az önkormányzat, akár az egyesület pályázati lehetőségeivel megpróbáljuk az épületet a régi pompájába és régi fényébe felújítani, hogy funkcionálisan és alkalmas legyen az elképzeléseknek a megvalósítására. Ma én az egyesület tagjaként veszek részt az eseményen, hiszen a Német Egyesület tagja is vagyok, és hát így is próbálom segíteni, hogy az ötlet elképzelés minél gyorsabban meg tudjon valósulni. A Német Nemzetiségi Önkormányzat immáron a teljes ingatlan birtokolja. De mi lesz akkor az eddig itt tárolt dolgokkal és a Best Street Team próbáival? Azért megállapodtunk a Német Önkormányzattal, hogy azok a szervezetek, akik az önkormányzattól szívességi használat címén helyiséget használtak, mindaddig, amíg a felújítás vagy a funkció nem igényli, addig ezek az egyesületek továbbiakban is itt tevékenykednek, a legjobb utcai csapat is itt továbbiakban tudja folytatni majd a munkáját. A Felvidéki Néptánc Egyesület a helyiségnek egy részét, vagy az épületnek egy részét ő is raktározási céllal használta. Sajnos az is rossz állapotban van, így megpróbálunk helyet keríteni majd azoknak az értékes holmiknak, amelyek per pillanat itt kerülnek őrzésre, hogy azért vagyonvédelmi szempontból az jobb körülmények között lehessen majd őket tárolni. Bár van egy nyertes pályázatuk, az csak a regionális találkozási központ berendezését támogatja majd. Az épület felújítására nincs külön forrásuk, így azt egyelőre önerőből, civil segítséggel kezdték el. A pályázatból valóban nyertünk a németországi belügyminisztériumnál egy elég komoly pályázatot. A pályázat az épületre magára nem ad támogatást, a berendezésre ad. Tehát ebben az épületben helyet fog kapni egy könyvtár, nagyon sok német nyelvű kötettel, új kötetekkel, gyermekkönyvtár, ahol lehet óvópedagógiai foglalkozásokat tartani, és iskolásoknak, középiskolásoknak és felnőtteknek is. Informatikai, nagyon komoly informatikai háttérrel fog ez rendelkezni, tablettekkel, notebookokkal.
egy konditerem. A hölgytagjaink nagy örömére, hát én nem is tudom, hogy mennyi géppel, mágneses szobakerékpárokkal, elektrikus trénerrel, evezőpaddal, mindenféle klassz gépekkel fogjuk ezt felszerelni, egy tejakonyhával fogunk rendelkezni, illetve olyan irodahelyiséggel, ami ágyazható lesz, tehát hogyha Bátaszékre delegációk érkeznek, akár itt szívesen el is fogjuk tudni őket szállásolni, kulturált körülmények között. Én azt gondolom, hogy a tél beállta előtt jó lenne a fűtés engedélyeztetése, tehát a gázengedéllyel, a fűtés képítésének az elkezdésével megbirkózni. A héten már ideiglenes folyóvíz újra van az épületben, tehát slaugot tudunk használni, kezet mosni, illetve hát WC-re el lehet menni, ami egy nagy dolog most ideiglenesen is csak. De én azt hiszem, hogy a jövő nyár fogja meghozni azt az áttörést, amikor az épületet már ki is lehetett festeni. Tehát eljutunk odáig, hogy a betonozások, falak áthelyezése, nyílászáró cserék, ehhez szükségünk lesz majd a tavaszra, illetve a nyárra. Nemzetiségi csatornáinkon keresztül próbálunk majd meg erre pályázni és pénzt szerezni. És én azt hiszem, hogy ami a legszebb része ennek az egésznek, az pont ez a társadalmi munka, ami itt zajlik, hiszen azokat a munkákat, amik nem engedélykötelesek, és megtehetjük azt, hogy mi magunk készítsük, azt meg is fogjuk tenni. Sok segítőkéz munkálkodott szombaton, ezért jó ütemben is haladt a munka.